Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Talentumot látják, amelyben minden alkalommal egy tehetséges paksi vagy környékbéli fiatalt ismerhetnek meg. Most Benedeczky Lehel fog minket elkalózolni a sakkvilágába. Lehel 5 éves korában kezdett el sakkozni, és már több nemzetközi versenyen is kiemelkedő eredményt ért el. 5 éves koromban kezdtem el sakkozni, akkor még a nagypapám tanított meg engem, és igazából csak érdekelt, hogy mit csinál a papa azzal a táblával, és így megtanított engem és a testvéremet. És utána, amikor első osztályba jártam, akkor kerültem be a sakklubba, akkor itt foglalkozások voltak, nagyon jó társaság, és így valahogy itt ragadtam, és azóta is sakkozom. Mit kell először megtanulni a sakkról? Te mit tanultál meg először nagypapától, vagy itt a klubban? Először az, hogy melyik bábú egyáltalán micsoda és hogy lép, az a legfontosabb, utána pedig a szabályokat. Azután pedig erre szépen lehet lassan építkezni, először megnyitásokat tanulni, a kezdés, hogy ki hogy lép az elején, kinek mi tetszik, ki mit szeret csinálni. Utána lehet középjátékot, végjátékot, mert a játéknak több szakasza van, és mindegyiket külön taglaljuk le, amikor próbálunk edzeni rá. Minden bábú teljesen egyenértékű, mindegyik máshogy lép, mindegyik másba jó, másba gyenge, és az egész tesz ki minden figura együtt tesz ki egy egészet, ami segít abba, hogy jó legyél. Hetente 2 edzés van, hétfőn és csütörtökön. Leginkább fiatalok vannak, kisgyerekek, de ugyanúgy be szoktak járni az idősebb korosztálybeliek is. Hát az idősebbek már csak simán sakkoznak egymással, gyors partikat játszanak, még a fiatalabbak még edzéseken ülnek bent, és az edző tanítja őket, nyitásokat mutat nekik, kombinációkat, amiben a kombináció azt jelenti, hogy bizonyos állásokat rak föl, amiben meg kell találni a megoldást, hogy hogyan nyerjünk. És ilyenkor mindenki ezen gondolkodik, és általában aki elsőnek megoldja, az kap valami jutalmat. Amikor elkezd az ember játszani, először megtanulja a szabályokat, és utána rengeteget sakkozik, játszik ellenfelekkel. Persze akkor mindegyikbe bele kap egy kis ízelítőt mind a középjátékban, mind a végjátékban, mert egy parti rengeteg féleképpen alakulhat. Van, hogy eldől a megnyitásba, van, hogy csak a végjátékba lesz vége a partinak, de mindegyiket folyamatosan kell tanulni. Általában a magasabb szinteken, hogyha már egy gyalog, kettő leesik úgy, hogy nincs érte semmi, akkor már vége szokott lenni. Akkor vagy feladják, vagy megy tovább a játék, de onnan már nagyon nehéz megfordítani. Akkor már az ellenfélnek kell elrontani, hogy már semmit nem tehetsz. Mik a legfőbb szabályok a sakkban? Mik azok, amiket elsőként megtanultál? Hát a figurák lépését, az, hogy a sakkból ki kell lépni, hogyan lehet sáncolni, mi az az ampasz. Igazából ezek a legfontosabb szabályok. Az ampasz egy olyan lépés, amikor két gyalog egymás, amikor az egyik gyalog a negyedik sorra vagy az ötödik sorra kerül, és mellé kettőt lép egy gyalog, akkor leütheti. Ez egy lépés csak a sakkban, de nagyon sokan nem ismerik. 8x8-as a tábla, és 32 bábú található rajta, mindegyik félnek 16-16. 8 gyalog, 2 bástya, 2 futó, 2 ló, 1 király és 1 vezér. Hogyan dől el, hogy ki kezd? Hát amikor csak edzéssel jövünk be, akkor sorsoljuk ki, vagy éppen aki ahova leül, és utána felváltva cseréljük a színeket, de egy versenyen a számítógép sorsol, olyankor az első fordulóba élőpont szerint rakja be a játékosokat, ez egy rangsor, és egy bizonyos szisztéma szerint sorsol egész verseny alatt. Általában figyel arra, hogy egy játékos mindig egyszer világosan, egyszer sötéttel legyen, de háromszor senki nem lehet ugyanezzel a színnel egymás után. Melyikkel jobb lenni szerinted? A világossal, egyértelműen. Te választasz valamilyen szinten nyitást, te döntöd el, hogy merre fog menni a parti, és van egy tempó előnyöd, egy lépés előnyöd van már a játék kezdete óta. Szokták azt mondani, hogy ezért sötéttel jó az, hogyha valaki döntetlent játszik, mert ő alapból hátrányba indul. Világos pedig mindig győzni szeretne ezért, de hát ez persze mindig felborul, mert van, amikor sötétnél, van, amikor fehér. Ez nem akkora nagy különbség a kettő között, de magasabb szinten már kijön azért. 6-7 éves koromban voltam az első versenyemen, ez egy megyei szintű verseny volt. Ilyenkor ott még csak fiatalokkal játszottunk. Utána második-harmadikos koromban mentem már el felnőtt versenyekre is, oda az edzőm kísért el, és persze a csapattal együtt mentünk mindig, mindenhova. Egyéni és csapatversenyben is játszom. Én a Paksi Ase csapatnak vagyok a tagja.
A csapatversenyek azok elég ritkák a sakkban, csak az olimpián van csapatverseny, meg van országos csapatverseny, meg ifjúsági csapatverseny. Az ifjúságiban 6 táblán játszunk, ott 18 éven aluliaknak kell lenni mindenkinek, és vagy két lánynak, vagy pedig egy 12 év alatti embernek kell, gyereknek kell benne lenni a csapatba. Míg az országos csapatbajnokságon ott 12 táblán játszunk, ott kortól nem tér függetlenül, az egy kikötés van, hogy egy lánynak és egy 18 éven aluliaknak játszani kell a csapatba. Nekem már nagyon régóta van a csapatom. Paks egy ifjúsági csapat, nagyon sok ifjúsági játékosunk van, és nagyon jó ifjúsági nevelésű játékosaink vannak, akiket itt neveltek ki, például a Berkes Fecó, az Ács Peti, de már újabb generációk is nőttek fel azóta. Amikor elmegyünk egy versenyre, általában az, ha hosszabb versenyre megyünk, az van, hogy 9 napot is elvesz, van 7 napos is, ez változó, attól függ, hogy írják ki a versenyeket. A komolyabb versenyek azok úgy szoktak lenni, hogy minden nap egy partit játszunk, és utána alszunk egyet, és jön a következő másnap. Mindenkit ilyenkor ugye a gép párosít be, és azzal játszik, akivel behárosítják. A győzelem egy pontot ér, a döntetlen fél pontot, a vereség meg természetesen nullát. Leülünk, van egy versenybíró mindig, vagy több, de van egy főbíró, ő elindítja, ő mondja, hogy akkor az órák induljanak el, elindítjuk az órát, és ilyenkor megkezdődik a játék, ilyenkor teljesen csöndbe kell maradni, senki nem szólt senkihez, természetesen telefont, ilyeneket használni tilos, másikkal beszélni tilos, föl-föl lehet állni, lehet sétálni, de nem lehet kontaktusba lépni másik emberrel, és csak magadra számíthatsz. Te döntöd el, mikor lépsz, mennyit gondolkozol egy lépésen, az egy szabály, hogy ha leesel, akkor ugye vége a partinak, ha elfogy az időd. Mennyi idő van egy partira általában? Általában a hosszabb versenyeken másfél óra, plusz minden lépés után kapunk 30 másodpercet, és 40 lépés után van még fél óra, de vannak olyan versenyek is, amik kifejezetten rövid versenyek, ott 5-5 perc áll rendelkezésére a játékosoknak, de van 20 perces verseny is, ez általában a versenyszervezőjétől függ, hogy ő milyen versenyt szeretne rendezni. Én mindegyiket nagyon szeretem, mindegyiknek megvan a maga szépsége, de én inkább a rövid partikat szeretek, mert az azért nem olyan hosszú, nagyon fárasztó tud lenni egy hosszú verseny. Általában már előre látjuk a nevezési listát, és akkor föl tudunk készülni a játékosokból, hogy kik a legerősebbek, azt ugye láthatjuk, és van egy nagy adatbázis, amiben a játékosok partjai benne vannak, és meg tudjuk azokat nézni ki, hogyan szokott kezdeni. Általában csak a kezdésre lehet ugye készülni, mert utána a parti magától majd alakul, és ezekre föl lehet készülni előre, és rengeteg sakkozás, hogy benne legyen az ember a játékban. Minden versenyre a benevezettek alapján alakul ki egy ranglista, tehát ez teljesen szubjektív dolog. Magyarországon jelenleg a U18-as kategóriában a 19. vagyok, ha jól tudom, már mostanában már annyira nem követem. Pontosan akkor hogyan zajlik itt az előmenetel, hogyan kezdi az ember, és hát hogyan várhat valakiből sakk nagymester? Hát először is meg kell tanulni ugye sakkozni, utána hát egyedül nagyon nehéz megtanulni, mindig egy edző segítsége, vagy egy nálad jobb, nagyobb tudású játékos segítsége kell, és ő fog téged tanítani. Nekem Vidéki Sándor az edzőm, ő nemzetközi nagymester. Amióta sakkozom, azóta ő tanít engem, ő nagyon jó edző. Utána versenyekre kell járni, rengeteg versenyre, és hogyha már nagyon jó vagy, akkor magától jönni fognak az eredmények. Nemzetközi nagymesteri cím eléréséhez olyan versenyen kell indulnod, ahol külföldi nemzetközi nagymesterek játszanak, és ott normákat kell szerezni, 3 normát. Ezeket a normákat úgy lehet megszerezni, hogy megvered őket, és megvan, hogy milyen erősségi játékosokat kell megverned ahhoz, hogy megkaphass egy ilyen normát. Megvan, hogy azokból a játékosokból mennyinek kell külföldinek lennie, mennyinek kell lánynak lennie, és hogyha ezek így összejönnek, akkor kapsz egy normát, és 3 norma után automatikusan megkapod a nemzetközi nagymesteri címet, és ugyanígy van a nagymesteri címnél is. Voltam már rengeteg nemzetközi versenyen, de ezeket nem úgy kell elképzelni, hogy külföldre utazunk, hanem ha valaki rendez egy versenyt, és azon bárki indulhat, azok általában nemzetközi versenyeknek számítanak. Tehát, hogy Pakson is szokott lenni mindig minden évben nemzetközi verseny, és akkor ilyenkor aki elindulja, az nemzetközi versenyen indul el. Melyik volt eddig a legemlékezetesebb partid? Hát talán még 2 éve nyáron játszottam egy partit,
Schwarzachba, ez Ausztriában található. Itt egy nemzetközi versenyen játszottam a B csoportba, mert általában egy versenynek írnak ki A-B csoportot, attól függ, hogy ki milyen erős játékos. És ott volt egy utolsó partim, ami azon múlott, hogy megnyerem-e a versenyt, vagy pedig valahol a középmezőnybe végzek. És végül is sikerült megnyernem egy orosz fiú ellen, és így lettem első ott. Az időtartamra annyira nem szoktunk visszaemlékezni. Amikor játszik az ember, akkor úgy el is tűnik, hogy el is veszik az idő, amit úgy ott töltünk. Általában nem is tudjuk, mennyi az idő. Ha az óra nem jelezné, hogy úgy körülbelül mennyi telt el a partiból, azt nem érzékelnénk, mert igazából csak a csaktáblára, a lépésekre gondol ilyenkor az ember. Szóval így nem, de vannak még olyan partjaink, nagyon szép emlékek számomra, mert olyan játékos vertem meg, aki nálam nagyobb tudású. És éppen jól jött ki a lépés akkor. Hányféle módon érhet akkor véget egy parti? Csak kettő? Hát vagy győz valaki, vagy veszít, vagy döntetlen. A döntetlen ez nem úgy van, mint a fociban, hogyha letelik az idő, akkor döntetlen, hanem a parti közben bármikor, bármelyik fél ajánlhat döntetlen, amikor a másik kezében van a döntés, hogy ezt elfogadja, vagy szeretne tovább játszani. Mi a különbség a sakk és a sakmat között? A sakkból a király ki tud lépni, a sakmatnál vége van a partinak, amikor a király már nem tud lépni. A királyt nem lehet leütni, hogyha nem tud lépni a sakkból, akkor már vége van a játéknak. Említetted, hogy nagyon fontos a nyitás. Hogyan szoktátok kidolgozni azt, hogy mivel kezd egy partit egy versenyen? Általában bevált sablonok vannak, amiket mindenkinek van egy kedvenc lépése, egy kedvenc állás, ami abból kijöhet, amiket szeret játszani. Ezeket már kidolgozni annyira nem lehet, mert a sakk is nagyon átment a számítógép irányába. A sakkprogramok már sokkal erősebben játszanak, mint egy sakkhoz, a világ legjobbjánál is jobban játszanak. Így egyszerűen csak rá lehet rakni egy sakkprogramot az állásra, hogy megmondja, hogy mit kell lépni. Szóval így a nyitások nagyjából már ki vannak dolgozva, de rengeteg nyitás van, szóval hogyha valaki az összeset megtanulja, akkor az nagyon jól át tud menni egyik nyitásból a másikba, lehet ilyen kis trükköket csinálni. És ilyenkor az ellenfélnek is tudnia kell, hogy mire kell abban az állásban játszani, miket kell lépni. Hány nyitás létezik nagyjából így a világon? Hát több ezer. De ezt így nem lehet pontosan megmondani, mert legalábbis én nem tudom pontosan megmondani, mert annyira nem vagyok jó a nyitásokban. Minden lépés után ugye fehér is eltérhet, minden lépésben fekete is minden lépésben eltérhet, és azokon belül is mindig lehet más lépni. Valamilyen szinten minden lépés egy új nyitásnak számít. Vannak olyan nyitások, amik már 40-45 lépésig ki vannak dolgozva előre, azt addig tudni kell, de vannak olyanok, amik már 10-15 lépés után már saját fejből kell gondolkodni. Inkább az adott parti alakulása alapján szeretek lépni, de van olyan nyitás, amit nagyon szeretek sokáig kirakni, mert azt tudom, hogy szeretem is azt az állást, ami kijön belőle. És hogyan szoktál otthon gyakorolni, amikor itt vége vannak az edzéseknek? Ki az, aki hajlandó még leülni veled otthon játszani? Hát már nagyon senki, bár most a papa szeretne velem játszani, csak sosem érek rá. Általában géppel szoktam, könyveket lehet olvasni, bár én abban nem nagyon jeleskedem. Az edző mindig le is szíd ezért. De a géppel lehet kidolgozni, varikat géppel lehet játszani, és vannak ugyanúgy online oldalak, ahol sakkozni lehet. Az egész család támogat, nagypapám, nagymamám, apukám, anyukám, testvérem, az egész család. Meg hát persze a sakklub is, mert rengeteg anyagi támogatást tud nyújtani, hogy szállást tud fizetni, ha úgy van, nevezési díjat, mert nagyon komoly pénzek vannak benne. Én hobbiként szeretnék csak sakkozni, mert ahhoz, hogy valaki magas szintre eljusson, ahhoz nagyon sokat kell sakkoznia. Vannak ismerőseim, akik megpróbálnak most ebből megélni. Ők napi 12-14 órákat sakkoztak kiskoruk óta, nem járnak iskolába, magántanulók, de ez azért nagyon rizikós, mert ha valaki megújja hirtelen, akkor úgy nincsen iskola, nem tanult előtte úgy. Szóval én csak hobbi szinten szeretnék majd sakkozni a jövőben. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A tehetséges fiatalokkal kapcsolatos témajavaslataikat várjuk a telepakstalentum@gmail.com e-mail címre. További szép estét!